képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház! A Fidesz-KDNP kormánya az elmúlt 12 évben sajnos nem számolta fel a szociális válságot, és e tekintetben elbukott, és hát ugyanúgy elbukott sajnos az elmúlt két évben a Covid-járvány kezelésében is. Már a kialakult állapotok azok egészen szörnyűek, és ugye nem tudjuk, hogy mit hoz még a 5. meg a 6. hullám. Ezért a pártom az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom egy olyan határozati javaslatot nyújtott be, amelyben azt kérjük, javasoljuk, hogy legyen tényleg kötelező az oltás Magyarországon. Hogyan jutottunk ide, hogy valóban egy ilyen drasztikus határozati javaslatot kellett beterjesztenünk a Magyarország gyűlésben? Nézzük meg! Hát először is az elmúlt 12 évben a Fidesz-KDNP lerohasztotta az amúgy sem erős lábakon álló magyar egészségügyet, így ez a világjárvány egy alapvetően gyenge egészségügyet kapott elibe. A Covid-járvány tömegei, akik ugye bekerülnek az egészségügyi ellátó rendszerbe, egész egyszerűen az ő ellátásuk megakadályozza azt, hogy a többi beteggel tudjanak foglalkozni az egészségügyben dolgozók. Elképesztő mennyiségű diagnózis marad el, műtétek maradnak el, drámák zajlanak le, nem csak a Covid osztályokon, hanem sajnos a többi egyéb betegségben is. Nagyon súlyos a helyzet. A magyar kormány az egész járvány alatt ellentmondó intézkedések sorát hozta meg, és engedjenek meg, hogy párat kiemeljek, amikor naponta 5 halálos áldozata volt a Covid-járványnak, akkor hónapokra lezárták Magyarországot, most, amikor sajnos 200, napi 200 halálos áldozata is előfordul, most nincsenek ilyen intézkedések. Aztán volt, amikor a buszokon, buszra, tömegközlekedési eszközökre csak maszkba lehetett fölmenni, a mozikat, színházakat bezárták, ám de a sporteseményeket, a futballpályákat lehetett látogatni, akár 10 000 szám is. És a legdurvábbat mondjam, pár hónappal ezelőtt, október 23-án maga a kormány szervezett egy több 100 000 fős tömegtüntetést a 4. járvány berobbanása előtt, pár nappal, hát ennél durvább dolgot azt hiszem, hogy az egész földön nem tudunk találni. Aztán történt egy törvényhozási őrület is. A magyar kormány beterjesztette az egészségügyi törvényt, amiben nagyon helyesen a magyar orvosoknak a bérét megemelte, ám de a kórházi és egyéb egészségügyi dolgozók béreit nem, vagy alig emelte meg, illetve olyan alapintézményi elvonásokat eszközöltek ebbe a törvénybe, hogy rengeteg dolgozónak még kevesebb is lett a bére. Így történhetett az, hogy egy világjárvány kellős közepén több ezer ember hagyta el az egészségügyet, és most is több ezeren gondolkodnak azon, hogy elmehessenek. Ezen kívül a magyar kormány eltékozolta a nyarat, azt mondták, hogy meg van oldva, egyszer beoltottuk valamennyi embert, és akkor innentől kezdve vége van, miközben lehetett tudni, hogy következik a 4. hullám. Itt vagyunk benne, és ahelyett, hogy oltakoztunk volna, meg fölhívták volna a figyelmet, hogy még tovább folytatódik ez a helyzet, sajnos ugyanott folytattuk, ahol tavasszal befejeztük. Ezen kívül még, ami öl minket, és szó szerint pusztít a morálunkat, az országnak a mentális egészségét, az az információ hiány. Egész egyszerűen nincsenek pontos információink erről a betegségről, most már 2 év óta se régebbről, se most se. Nem tudjuk, hogy kik fekszenek az intenzív osztályokon, nem tudjuk, hogy ők kaptak-e oltást, nem tudjuk, hogyha kaptak oltást, akkor azok milyen oltások. Egész egyszerűen információ nélkül vagyunk, és ez teret ad a szélsőjobb által is erősített konteóknak, és egész egyszerűen, és a média által egyébként keltett egészen elképesztő tömeghisztériának is. Tehát egészen súlyos a helyzet, engedjenek meg, hogy felolvassak pár számot. Ez 1 000 000 főre vetített halálozás adatokat pár országban. Szlovákiában 26%-kal, Ausztriában 61%-kal, Romániában 19%-kal, Ukrajnában 41%-kal, Dániában 86%-kal kevesebben haltak meg egy millió főre vetítve, mint nálunk Magyarországon. Ezek tragédiák. És azt gondolom, hogy tekintettel a kialakult helyzetre egyrészt követeljük az információkat, követeljük, hogy a magyar állampolgárok tudhassák, hogy jelen pillanatban kik vannak kórházban, kaptak-e oltást, hogyha kaptak, akkor miért, valamint azért, hogy egész egyszerűen megszüntessük a további járványhullámok lehetőségét,
abban az esetben, hogyha a gyártók vállalják a vakcina vagy a vakcináknak a hosszú távú működését is, vállalják ezért a felelősséget, akkor a magyar kormány vezesse be a kötelező oltakozást, és vállalja is ezért a felelősséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.